Senior kreativitás a karanténban, valamint helyi értékek, honismerett témákban várták a meghívottakat a Meze István Művészeti Központba. A rendezvény első részében a Mit tegyek, hogy aktív legyek, mit tegyek, hogy ne felejtsek, az Edu Senior program demencia prevenciós képregényét a Covid idején a megelőzés érdekében címet viselő eddig megjelent három kisfilmet tekinthették meg a résztvevők. A megjelenteket dr. Dobos László, a harmadik kor egyeteme alapítvány kuratóriumának elnöke, az Edu Senior program ötletgazdája, valamint dr. Makkai Orsolya, alpolgármester köszöntötte. Kazincbarcika, én azt gondolom, hogy bátran mondhatom, hogy a kultúra fővárosa végre talán újra nyithatja a főváros kapuit, hiszen a pandémia előtt is tudják, hogy amellett, hogy egy nagyon színes város vagyunk, rengeteg programmal, rendezvénnyel, különböző városi aktivitásokkal készültünk. Én azt gondolom, hogy minden korosztály számára mindig is az volt az elv és a cél a városvezetés részére, hogy mindenkit mozgassunk meg a városban, de ne csak mi mozgassuk, hanem segítsük azokat a közösségeket, akik egyébként maguk szeretnének tenni aktívan, akár a saját egészségükért, magukért, a városért, és minden lehetséges eszközzel támogassuk őket. Senior kreativitás a karanténban témában számtalan alkotás érkezett, amit a program résztvevői megtekinthettek, valamint helyi értékek, honismeret, nagyjaink témában négy alkotást mutattak be a szervezők kisfilmek formájában. Az esemény az emléklapok átadásával zárult.